A legjobb négy közé jutás volt a TC Székesfehérváron a női kézilabda NB1-ben. A fehérmezes győri Audi Etót nem engedte meglépni a hazai együttes. A fehérváriak rendkívül szívósan játszottak az első félidőben. Egészen a 23. percig tudták tartani magukat, ekkor 13-13-ra állt a két csapat. A félidő végére aztán egy kis lélegzetvételhez jutottak a vendégek. Az utolsó 5 percben sikerült egy-két gólos, 17-15-ös előnyt összeszedniük. A félidőben tehát összesítésben már 14 gól volt a győri előny. Természetesen teljesen komolyan vettük a mérkőzést, nehogy valaki is azt gondolja, hogy ez azért sikerült így, mert nem vettük volna komolyan. Két csapat volt az első félidőben, egy, a másodikban egy megint másik csapat, pici átfedéssel, de hát nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk. A második játék részben egy teljesen új csapattal jött ki az Eto, a fehérváriak pedig kezdtek elkészülni az erejükkel. A vendég együttes folyamatosan növelni tudta az előnyét. A félidő közepén már 9 góllal vezetett a győri csapat, ekkor már végleg eldőlt a továbbjutás kérdése. Két küzdős mérkőzést játszottunk, nem éppen a legjobbunkat nyújtottuk, de szerintem küzdöttünk és harcoltunk, és tovább jutottunk, ez a lényeg. A mérkőzés végére sem engedett ki az Eto, a hazaiak ekkor már nem tudtak mit kezdeni az összeszedett nagy hátránnyal. A 9 gólos különbséget a győriek meg is tudták tartani egészen az utolsó sípszóig. A mérkőzés végeredménye 34-25-ös győzelem lett a zöld-fehér gárda javára. Voltak hibák azért, de aztán a védekezés is jobban összeállt, és támadásba is volt lehetőségünk. Szerintem a Fehérvár is elfáradt azért, meg ugye feljavult nekünk is a védekezésünk, úgyhogy úgy érzem, hogy azért kihoztuk a végéből a jót. Összesítésben 2 győzelemmel 66-45-tel lépett túl a Győr a székesfehérvári gárdán. A továbbjutásnak köszönhetően a legjobb négybe került a csapat a magyar bajnokságban is. A játékosok így 2-től már az elődöntő mérkőzéseire készülhetnek.